Boston Urban Fashion Week, tehát a globális fenntarthatósági divaté négy nagyon erős napját, nagyon érdekes konferenciák voltak, és most azt szeretnénk, hogy itt Balatonbogáron haba tortán legyen egy nagyon szép divatban mutató. Elsősorban szeretném köszönteni és megköszönni azt a pozitív hozzáállást ehhez az egész szervezéshez a Balatonbogári önkormányzatnak, és Mészáros Miklós polgármester úrnak, aki a főgédnöke ennek a nagy eseménynek, és a képviselőtestületet is köszöntöm. Minden évben nagyon sok külföldi vendégünk is van. Most a pandémia ideje miatt nem tudtuk idehívni azokat az országoknak a képviselői, akik hozzájárultak ennek az eseménynek a sikeréhez, de mégis azért itt van mellettem Sari Handini, aki a indonéz nagykövetség mellett az IPPC-nek a képviseletnek a vezetője, illetve Anders Munari projekt nevében Brian, aki egy csodálatos ekvádori projektet csinál. Ő tulajdonképpen Budapest és Ekvádor között egy hibat teremt. Szeretném megköszönni az Event Groupnak is a segítséget. A technikát ők biztosították, és reggel már 10 órakor 34 ázsiai tervezőnek volt a divatmutatója, és Ázsiát Indonézia 7 tervezővel képviselte. Én azt szeretném kérni, hogy nézzék meg, rengeteg videó van fönn a héten a Global Fashion Week-nek a YouTube csatornáján. Angol nyelvű van, azért egy kis magyar nyelv is benne, de érdemes követni ezeket az eseményeket visszajátszani. Szeretném polgármesterület megkérni, változni. Köszönöm szépen. Nagy szeretettel köszöntöm én is a globális fenntarthatósági divatét, majd záró rendezvényének, akkor divat bemutatójának a részvevőit. És hát különösen szeretnék köszönetet mondani és gratulálni a helyszín választáshoz Mányiné Gabinak, hiszen valószínűleg sok helyen rendeznek divat bemutatókat a világban. Talán még ökó divat bemutatókat is, de talán ilyen szép helyszínre az ritkájuknak el, vagy ritkájuknak el. Nem szeretnék visszaélni a szójátékkal, de manapság divatos téma a fenntarthatóság és a környezetvédelem, de meggyőződésem, hogy a divatiparban ez nem csak divat, hanem valóságban egy koncepció és egy elhatározás, úgyhogy sok sikert hozzá, jó az irány, ezt tetszik, úgyhogy azt kívánom, hogy ez még sokáig maradjon meg, és hát jó, érezzék jól magukat Bogláron, fedezzék el a többi kincsünket, mert ott van még a Gönkilátó, a Szent Erzsébet part a kápolnákkal, tehát azt mondom, vannak még olyan helyszíneink, ami világszínvonalon tudná bemutatni ezt a divat hetet, vagy divat bemutatót. Minden szép délután, szép estét kívánok, köszönöm, hogy hallgatás, köszönjük a meghívást a képviselőknek. Nagyon remélem, hogy tradíciót fogunk teremteni. Már nagyon sok külföldi tervező jelezte, Amerikától kezdve Ázsiáig, hogy személyesen is szeretnének jönni. Hát ha a Covid elmúlik, akkor valószínű, hogy könnyebben fognak már ők is ide utazni. Az idei szlogenünk az volt, hogy a Covid után, vagy a Covid nehéz időszaka után ünnepeljünk együtt a közösségnek és a természetnek az erejét. Azt hiszem, a legjobb helyen vagyunk, és nagyon örülök ennek. Most szeretném átadni a szót Sari Handinnek, aki az IPPC nevében fog pár szót mondani Indonéziáról. Afternoon, Devi, and also ladies and gentlemen here. It is indeed a great honor for me to be present here in this important event attended by Hungarian fashion stakeholders, PDA designers, fashion associations, media in the fashion industry, all the models, and all fashion movers. I would also like to greet all the designers and participants who join the event virtually. Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Nagy megtiszteltetésnek tartom, hogy itt lehetek ezen a fontos eseményen a divat szakma jelenlétében. Részletezve dizájnerek, divategyesületek, a média, a modellek és a divatot kedvelő emberek mellett. Köszöntöm azokat a tervezőket és résztvevőket is, akik virtuálisan követik az eseményt. This year, as ASEAN fashion designers collaborate with the Nation Fashion League Hungary for Global Sustainable Fashion Week, join the showcase and participate in the online event. The ASEAN fashion designers took the theme of one vision, one identity, one community, and they feature 34 fashion ambassadors, including 7 well-known designers from Indonesia. ASEAN is indeed a key partner for Europe in the fashion industry. The ASEAN's designers have proved themselves to advance sustainable fashion design and promote eco-fashion with respect to the ethical fashion concept in every detail of their products. Idén az ASEAN divattervezők együttműködnek a Nemzeti Divatligával a 6. globális fenntarthatósági divat héten online együttműködésben. Az ASEAN divattervezők idén az egy látásmód, egy identitás, egy közösség szlogent választották, reprezentálva 34 divat nagykövetet, ezek között 7 híres indonéz dizájner. A dél-kelet-ázsiai országok kiemelt partnerei Európának a divatiparban. Az ASEAN divattervezők már kipróbálták magukat a fejlett fenntartható divattervezésben, és promotálják az ekodivatot is, az etikus szempontokat is tiszteletben tartva a termékeikben. On behalf of the government of the Republic of Indonesia and Indonesian, as well as ASEAN designers, the Indonesian Trade Promotion Center is pleased to represent their presence here in Balaton. And as a short introduction, the Indonesian Trade Promotion Center, or ITPC Budapest, is a trade representative office under the Ministry of Trade based in Budapest. We bridge the business opportunities between Indonesia and Hungary. Our business area is including the fashion industry, and we have worked and collaborated with Dr. Gabriela Manimole for years, and we are here to introduce the Indonesian fashion industry, which is now becoming more sustainable and providing natural materials at every detail of the products. Besides adopting eco-fashion, Indonesian producers also offer natural beauty and health ingredients for cosmetics and all personal care products to preserve and advance Indonesian natural resources. Az indonéz kereskedelemfejlesztési központ nagyon örömmel vesz részt ezen az eseményen, képviselve az indonéz köztársaság kormányát és az ASEAN tervezőket. Irodánk az indonéz kereskedelmi központ kereskedelmi minisztérium Pesten, közvetítve az üzleti lehetőségeket a két ország között, amely Balinai Bolívben tartozik. Az elmúlt években együttműködésben dolgoztunk Dr. Manuel Gabrielával, itt az indonéz divatvilágot képviseljük, amely jövőjében fenntartóbb és természetesebb anyagokat használunk. Az ekodivat termékek mellett az indonéz gyártó természetes alapanyagokat, szépségipari, semmiségi termékeket is készítenek, Indonézia alapanyagokat. And we also agree with the fashion designers from ASEAN and from Indonesia that eco-fashion designers they think that changing the way people think about fashion is important. These designers show their commitment to being the change maker in the fashion industry for the better of tomorrow. They have challenged themselves to embrace the richness of nature to the fashion without sacrificing the nature, the future. Ezért elkötelezettek a változtatásra a divatipar jövője érdekében, amelyet nem szabad feláldoznunk a természet gazdaságának megőrzésére. So bearing in mind all these important ideas from our designers as representative of the Indonesian and Asian countries, ITPC Budapest is committed to introducing Indonesia's eco-fashion products to all the fashion stakeholders here. We have an Indonesian corner, it's close to you. You can visit our table to know and learn more about sustainable fashion products from Indonesia. And you can also have a seat or more of our well-known Indonesian company while learning about the environmental impact of fashion made by our designers. Indonesia és az ASEAN országok képviseletében a
rendeztünk egy indonés sarkot önöknek, kérem látogassák meg, hogy többet megtudjanak az indonés fenntartható divatról. Kóstolják meg a híres indonés kávét, amit a tervezői környezetbarát munkáival ismerkednek. In closing, let me offer my sincere thanks to Dr. Gabriela Manuelek as the president of the National Fashion Week Hungary Association for inviting us here to make the Indonesian Fashion Corner participate in the event. I believe this whole week of the Global Sustainable Fashion Week has produced a fruitful discussion regarding the awareness and the importance of the sustainable fashion industry. I am so pleased to this event which provides the eco ideas of the fashion show to connect more people to nature. Végül szeretném megköszönni Mányi Gabrielának a Nemzeti Divatvilág elnökségének a meghívást, és a lehetőséget, hogy reprezentálhassuk Indonéziát ezen az eseményen. Hiszem, hogy ezen a héten elérte célját a rendezvény, többek között a figyelemfelhívás a fenntartható forrású divattermékek iránt. Személyesen kívánom, hogy ez a divatbemutató és a rendezvény közelebb hozza a hallgatóságot a természethez. Köszönöm szépen. Thank you very much. I would like to start thanking the mayor of the convention. This is really important for my project. I am Ryan, I am from Ecuador. I am the founder of Andes Munay. My project is looking to support indigenous people in Ecuador. They are living under living conditions, but they are really high skills. So they have really good skills so they can create many products by hand. So my project is based in three pillars. We are supporting indigenous people. We are helping them to improve their lives. We are actually supporting the sustainability of fashion too, because all products are made of natural materials and handmade too. And we are importing our culture too, because our indigenous, they are like the base of our culture. So it's really a pleasure to be here, and I would like to thank you again, Gabriela, for inviting me, because it's a really good support for a project, for a small project like mine. So thank you so much, and at the end of the event, you will see a video of my company. Thank you very much. Pár szóban összefoglalnám, szóval Brian-t hallottuk egy ekvadori vállalatról, amely elkötelezett a termékek és a dizájnnek járt, akik szeretnék ekvador és Magyarország is régió. Ki szeretném emelni a OSZ, a Vállalkozók Országos Szövetségét, évek óta a fenntartható divatot támogatni.